Szia! Szia, édes Linda! Úgy örülök, hogy látlak. Hogy Én is örülök. viseled? Jól vagy? Figyelj, jól vagyok, vannak nehezebb napok, de hát ugye egyedül vagyok itthon a kiskutyámmal, akit mindjárt be fogok mutatni, csak Jó, éppen mutasd meg! horkol alattam. Nagyon Alszik? Vagy cuki, csak alszik. úgy, hogy ja, alszik, egy Hát cukikám! 15 éves, úgyhogy ő általában alszik, De ez de... milyen? Igen, hát már mi is majd, amikor ott leszünk a nyugdíj környékén, Ja, mennyit már fogunk lassan úgy aludni. érzem magam. Egyébként én is. Melinda, mesélj egy kicsit, mert tudom, hogy nagyon spirituális vagy, nagyon-nagyon durván jönnek neked az információk, akkor is, ha nem akarod. És tényleg érdekel, hogy, vagy nem tudom, most már biztos, hogy uralod, ebben biztos vagyok. Abszolút. Hát jó, ez egy folyamatos munka, tehát én nagyon sokat meditálok. Ugye én úgy kezdtem el, de hát ez nekem így gyerekkorom óta jönnek így az infók. Nem tudom kontrollálni sajnos, pedig ez milyen jó lenne, hogy figyelj, holnap után mi fog történni velem, ez nem így működik Igen. sajnos, de hát ez egy érdekes időszak, tehát hogy pont ezt használom most arra, hogy egy picit mélyebbre menjek, és egy picit lecsendesedjek, és mert ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy így rohan az élet, nincs időm arra, nincs időm erre, és akkor mindig van egy kifogás, hogy miért ne figyeljünk egy picit befele, foglalkozunk magunkkal, úgyhogy most megvan az idő rá, De az érzed azokat biztos. az energiákat, amik erre még rá is kényszerítenek? Minket, Abszolút, akik abszolút. végképp nyitottak vagyunk erre? Én is. Tehát effektív Abszolút. nincs más út. Nincs, de ezt mindenkiben érzem, tehát hogy számtalan olyan barátnőm is van, aki nem az a nagyon spirituális, ő Igen. nagyon ilyen materiális világ, meg nem tudom mi, de ők is olyan szinten változnak, naponta látom a változást, úgyhogy érdekes ezt így végigfigyelni. De hát mondom, hát nyilván ez nem egyszerű, és vannak nehezebb napok, amikor semmihez sincs kedvem. Meg hogy érted, most leüljek, és akkor igazából a gondolataimat hallgatni, ezt inkább nem. Igen, De ismerem ezt. ez egy érdekes időszak, tehát hogy nem véletlen, tehát hogy az, ahogy ment eddig a világ, azt nem lehetett úgy folytatni, ahogy Az az volt. érdekes számomra, hogy ezt egyébként szinte mindenki tudja, vagy az emberek Igen. mondjuk nagyon nagy Igen. százaléka tudja, hogy ezt úgy nem Igen. lehetett volna folytatni. De senki nem Nem. tesz eleget ahhoz, vagy bocsánat, ez nem igaz, biztos, hogy sokan tesznek Igen. eleget, de nem elegen tesznek eleget. Még én is tudom Igen. magamról, hogy én sem teszek eleget ahhoz, hogy ez Persze. megváltozzon. És Hát hogy igen. kellett egy ilyen pofon, egy Hát elég, ez egy egy elég mélyre nagy menő. pofon. Én szerintem Igen. erre senki nem volt felkészülve. Tehát, hogy ez egy annyira szürreális helyzet. Tehát, hogy voltak olyan napok, hogy felébe mondom, én már csak azt várom, hogy a zombik elkezdjenek itt sétálni az utcán. Tehát, hogy így szürreális. Jaj. Tehát, hogy ki gondolta volna, hogy kapunk egy akkora pofont, hogy na, akkor most egy picit változtassunk azon, amit csinálunk. Neked nem volt előtte bármiféle megérzésed? Például, amikor először hallottad mondjuk a hírt. Volt? Tehát Igen. mondjuk én nekem januárban nagyon rossz érzésem volt, amikor először Én beszéltek is, erről a híradóban. igen, nekem nagyon, nagyon sok ilyen fura mély lavinák voltak, és nem értettem igazán, hogy miért. És akkor tudtam, hogy valami durvább lesz. Ugye nekünk a Viktorral együtt lett volna egy közös koncertünk New Yorkban, április 4-én. És még decemberben ugye megvettük a jegyeket, de nem fixáltuk le, hogy hol fogunk lakni. És akkor így írogatott nekem folyamatosan az öcsém, hogy hú, Linda, most már el kéne intézni, nagyon drága lesz, ezt nem fogjuk tudni, tehát hogy intéz, intéz. És én mindig mondtam, hogy figyelj, várjunk még egy picit, van egy érzésem, hogy nem biztos, hogy ez most menni fog. Jaj, Linda, de össze fog jönni. Tehát, hogy, de volt egy olyan érzésem, hogy ezt most még ne vegyük meg, mármint a hotelt, vagy a bármit, ahol leszünk. És akkor mondta a Viktor, amikor kiderült, hogy ugye lezárták a határokat, és nem lehetett oda repülni már, hogy jó van, Linda, boszorkány vagy. De ez amúgy Szuper! is jellemző rád, nem? Tehát, hogy egyéb dolgokat is a saját életeddel kapcsolatban, vagy akár a közvetlen környezeteddel kapcsolatban bizonyos Igen. dolgokat megérzel, vagy akár megálmodtál. Igen, tehát nekem az első ilyen durvább álmaim még ilyen 5-6 éves koromban voltak. Még én erre nem is emlékszem, de hogy elvileg olyanok voltak, hogy én mondtam a szüleimnek egyszer gyerekkoromban, hát, hogy én nekem lesz majd egy lemezszerződésem a Univerzálnál, és ők meg így röhögtek, hogy miről beszél ez a kisgyerek. Arra Óriási. gondoltak, hogy mivel hogy az apukámnak a zenekara a Univerzál volt, Aha. akkor biztos, hogy arra
Azért mondtam. Hát Logikus. aztán végül is 20, nem tudom, 3 évesen a Universal New York-kal írtam alá. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes dolgok, csak sajnos nem tudom kontrollálni. Tehát az milyen jó lenne, hogyha így leülnék, és akkor megmondanám azt, hogy figyelj, akkor most a jövő évemet mutassátok már meg nekem. De hogy egyébként ez létezik, azt tudod? Tehát, hogyha gyakorol, vagy kidolgoznád ezt a technikát, hogy tudatos álmodás Hát például. igen, hát azért meditálok minél többet. Jaj, még a Ben öcsémnek a babáját is megmondtam, még a Jessica-nak, amikor még nem is tudta, hogy terhes, pedig mondtam neki, hogy ott van. Ott van már. De ezt honnan tudtad? Érezted? Láttad? Vagy csak éreztem. Nem tudom. Ez csak egy ilyen megérzés volt, és általában ezt megtanultam, hogy az első megérzés az általában nálad valós. Működik. Igen. Bár egyébként szerintem a legtöbb embernél működik, csak elnyomjuk. Igen. Igen, de ez egy alap dolog, mindenkiben benne van, tehát vagy figyelünk rá, tehát az, hogy a megérzések, meg néha vannak olyan, tudom, amikor egy picit így összerándul a gyomrod, tehát valami Igen. szól, hogy valami nincs rendben, tehát ezek mind jelzések arra, hogy igazából tudjuk, hogy mi a jó és mi nem, Igen. csak nem mindig figyelünk. Azt mondják, több kommentelő írja azt, hogy azt gondolják és abban bíznak, hogy jobb lesz a világ. Ezután. Én is ebben bízom. Egyébként én szerintem. Is. És most én már kezdem érezni is. Igen, én, hogyha mindenki egy picit tényleg átértékeli a dolgokat, és ugye az emberi kapcsolatokat, és hogy mi a fontos, én szerintem vissza nem tudunk menni abba, ami volt. Szerintem. És hát egyértelmű, bár igen. Hú, azért. Szóval azért sok realista emberrel beszélgetek. Kell. Igen, ja, igen. És vagy hogy mondjam, pessimistának is mondhatnám őket, de akkor a férjem ilyen típus, tehát ő magát realistának mondja. Realist. Én azt így van. Szerintem igen. pessimista, de hogy az emberek vissza fognak állni, tehát hogy örülni fognak, fellélegeznek és minden vissza. De nem biztos, hogyha ez elég hosszan kitart, ez a furcsa állapot, vagy az, hogy maszkot igen. kell viselnünk, és nem igen. mehetünk sokan egy helyre sokáig, igen. akkor az mély nyomot, igen. vagy mélyebb nyomot ez tud abszolút, hagyni. És az a baj, hogy ez nyilván egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát, hogy ez itt még sokkal rosszabb lesz, mielőtt jobb lesz a helyzet. Tehát én szerintem... Aha, tehát amíg azt gondolod, hogy még mélyebbre fogunk menni. Most valahogy. Nem feltétlenül... Valami, tehát, hogy ugye sajnos emberből vagyunk, és nem mindig tanulunk a legelső Igen. tapasztalatból, tehát lehet, hogy kell még egy felrázás, tehát azért ugye át kell gondolni, hogy mi fog itt történni, tehát hogy fog kinézni az egész világ most már, ugye számtalan ember munkanélküli, én is, tehát hogy így nagyon-nagyon sok minden át fog rendeződni, és az, ameddig ez így helyreáll, azért az nem biztos, hogy annyira egyszerű lesz. Te ezen gondolkodtál, hogy ha mondjuk jó nem darabig merek. Nem tudsz, de most komolyan, vagy ezzel kapcsolatban nincsen sugallatod, hogyha jó darabig nem tudsz színpadra állni, azért mégiscsak kell, hogy legyen igen. Valami egyelőre, tovább lépés. Igen, egyelőre ilyen fix dolog nincs. Nagyon sok mindenen dolgozom, tehát azért hagyom, hogy jöjjenek az gondolatok. Sokat írok, zenéket szerzek így online, ilyen olasz DJ-vel volt most nemrég egy ilyen zeneszerzési session, tehát hogy igyekszem dolgozni, nyilván ezek nem fizetős valamik, de próbálom valahogy azt az energiát meg lelket tartani magamban, hogy amikor vége lesz ennek, hogy lássam, hogy mi az utam. Tehát tervezek, mindenféle ötletem van, ezeket csinálom, de hát most az, hogy fixen mi lesz, hogyha ugye nyár végig... Persze. Nem tudom. Azt nem lehet tudom. Tudni. Nem jönnek jobban az inspirációk? Bizonyos napokon igen, bizonyos napokon meg nehéz. Mi az arány? Hogy... Mi az aránya a jó napoknak és a nehéz napoknak? Ez ilyen változó volt, mert én most már másfél hónapig itthon vagyok kb. Tehát nagyon szigorúan tartod, akkor 6 hét. Én nagyon szigorúan tartom, és meg ugye hiányzik a család már nagyon, de az elején tele voltam inspirációval, én akkor megyek, és akkor jött egy így a középpontban egy ilyen mély lavina, ahol erőből kellett kirángatnom magam belőle, hogy na akkor volt az, hogy írtam magamnak egy ilyen napi rendet, egy listát, hogy mit kell tennem, és ezt így szépen felragaszgattam magamnak, bizonyos napokon sikerül, bizonyos napokon nem, de nagyon fontos volt az, hogy csináljak egy olyan listát, hogy lássam, hogy van teendőm, hogy mik a célok. Azért kezdtem el ezt a öltöz ki otthon dolgot is, mert azt vettem Annyira észre, jó. hogy köszönöm, azt vettem észre, hogy én konkrétan már csak az edzőcuccomban voltam, vagy a pizsamámban. Tehát, hogy így, hújújúj, ez már így erős lesz. Úgyhogy elkezdtem bármit csinálni, csak egy picit azért az jót tesz az ember lelkének, hogyha
elkészül, mintha menne Igen. valahova, még hogyha csak a szemetet vittem le, óriás kalapban. Igen. Csodálatos magas sarkú És van. ilyen, azért vannak hülyeségeim, de hát azért kis humor kell ebben a helyzetben, tehát Sok. hogy Ebbe a helyzetben most nagyon kell a humor szerintem. muszáj. És a mélypontokon, meg egyáltalán van olyan külső kapaszkodód? Emberre gondolok, akár édesanyádra, vagy csak egy barátra, vagy valami gurura, aki tud segíteni? Vagy aki, nem tudom, egy kis támaszt tud nyújtani? Hát a családom mindenféleképpen, tehát minden nap beszélgetünk, meg az, hogy érted, felhívhatom, és FaceTime-on látom a kiskáit, aki már 3 éves, és hangosan röhög, és már énekel És mindent gyönyörű az utána, a és gyerek. gyönyörű, és énekel mindent utána. Úgy énekel, hogy hihetetlen. Úgyhogy tehát az is mindig lelket ad, és van egy-két nagyon jó barátom, akivel mindig át tudom beszélni ezeket a dolgokat. Figyelj csak, te érzékeled azt, hogy milyen lélek lesz ez a gyerek? Tehát a Kály, az unokaöcséd. Érzékeled? Hogy A milyen Kály? tehetsége lesz, igen, hogy Abszolút. Nem, a milyen... Kály egy nagyon-nagyon különleges gyerek. Én ezt Igen. már a születése óta mondtam. Nagyon sok mindenben hasonlít rám, sőt, a természete, meg néha bizonyos babafotókon is, és nagyon hasonlítunk egymásra. Ezért Óriási. mondom, hogy ez az én gyerekem is. Mi van akkor, hogyha részben hozzád is született? Igen, Hát az ő valamiféle... anyukája állandóan ezt mondja. Hogy Aha. Linda, ez a te gyereked. Tehát, hogy így, na mindegy, nagyon édes, eszméletlenül okos, most már mondom, énekel, minden, tehát zseniális hallása van, de ő is egy ilyen érzékeny. Ő is álmodik dolgokat, az anyja azért hív fel mindig, hogy bizonyos dolgokat álmod, akkor bizonyos dolgokat lát, és ugye ezt nem tudja a benőcsémmel megbeszélni, mert a benék, tehát ők nem ilyen típusúak. Igen, És akkor ők. mindig, igen, mindig engem hív fel, hogy nem hiszed el, hogy mit művelsz a Kály tegnap este, mondom, na mi volt? Úgyhogy ő is egy nagyon, nagyon kis érzékeny lélek. Te a szüleid közül melyik az, amelyik nyitott erre a világra, és melyikük az, aki abszolút elutasítja? Vagy nyitott, de nem vallja be? Én szerintem, tehát én vagyok a kakukk tojás ebben a családban Tehát ilyen te vagy a, szempontból, aha, te vagy a de smuli manci. talán, igen, de talán aki valamilyen szinten érzékenyebb erre, az az apukám, talán. De nem vallja be. Én szerintem apádnak képességei vannak. Szerintem ő Én egy mágus. abszolút, abszolút, abszolút. Csak nem foglalkozik így vele. Nem, nem, tehát hogy neki is, tehát néha voltak olyan ötletei, tehát olyan világmegváltó ötletei, amit egyszer így elmondott nekünk egy vacsora közben, és pár év múlva megvalósult. Csak így nézem, hogy apa, te ezt felfogtad, hogy ezt már 2 éve mondtad? Igen. Úgyhogy neki is vannak képességei, csak ő nem így foglalkozik vele. Nem, nem, ő csak egyszerűen használja őket. Nem feltétlenül, nem is biztos, hogy Meg tudatosan teremt. A Viktor is, mert a Igen. Viktor is, tehát ő aztán jaj, Linda, hókusz-pókusz hülyeségeket, jó, van, hagyjál már, viszont bocsánat, de ahogy ő zenét szerez, tehát ő információkat kap, tehát olyan dallamok jönnek neki, ami neki tök természetes, de bocsánat, ez nem így működik, tehát hogy ez egy zseniális, érdekes dolog, tehát ő, hogy akarom mondani, he downloads it. Le tudja hívni. Lehívja. Igen, letölti. Igen. 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 Úgyhogy ő is zseniális, nagyon. Na, mesélj még erről a Viktorékról, mert ugye ott is baba születik hamarosan, velük kapcsolatban is tudtad, érezted, hogy ott valami történni fog? Persze, persze, persze. Feljöttek hozzám, én akkor költöztem az új lakásomba, és feljöttek hozzám, és konkrétan rákérdeztem, mondom, mi van itt, gyerekek? És akkor így egymásra néztek, és akkor végül is nekem mondták először, mert hát végül is rákérdeztem. Kénytelenek voltak. Pedig akkor még nagyon korai volt, sőt, azt is mondtam, hogy milyen nemű lesz. És ezt tudják bizonyítani, hogy ez igaz. Már ez, már ez még nem, ja, már ez publikus. De kisfiú. Azt kisfiú nem lesz, ott is kisfiú lesz. És te azt is érezted, azt is tudtad. Pedig, óriási. Igen, emlékszem, hogy az Anita nagyon sokáig mondta, hogy nem, biztos, hogy kislány, hogy mindig is azt érezte, hogy először kislány, mondom, nem. Nem, itt fiú te lesz. Te lehet, hogy ezt érezted, de sajnálom, nem neked van igazad, mert ez ne, most ne. Neked jött le ez Na az jó, igaz. hát nyilván nem látó vagyok, csak hát azért mondom, mindenkinek megvan ez a képessége, hogyha hallgat rá. Engem ez az csak az érdekes, egy érzés. Az azért érdekes, hogy nálad ez ilyen kiélezetten működik. Tehát én hiszem azt, hogy ez azért van, mert te előrébb tartasz mondjuk lélektudatosodási szinten. Tehát, hogy valahogy fontos volt, fontosabb volt, talán még empatikusabb is vagy a nagy átlagnál, mert nekem az a szintmérő, hogy ki hol tart fejlettségi szinten.
Hát igen, én szerintem ez nagyon összefűződik a zenével is, meg ahogy én, tehát amilyen típusú énekes vagyok, tehát én nagyon, nagyon érzékeny vagyok, hogyha én nem vagyok rendben, akkor az hallatszik a hangomon is. Hogyha egy olyan közönség elé megyek, ahol érzem, hogy kell, akkor ezerrel adok, mint az állat, tehát tényleg, ahogy bírom. Tehát, hogy nekem pont ez az energiaváltás miatt döntöttem úgy, hogy ez az én életem. Igen. De én szerintem igen, pont ez az érzékenység, ami át is tud jönni a zenében, de ez nem tudom, ez ilyen ide-oda megy, tehát oda-vissza megy ez az egész dolog, hogy most miért vagyok ilyen típusú énekes, vagy miért vagyok ilyen érzékeny. Tehát, hogy így nem tudom, ez mindig egy érdekes dolog, de az biztos, hogy én egy abszolút ilyen empátiás, Igen. érzékenyebb valami. Szerintem egyrészt óriási előny, tehát egy ajándék, egy adomány. Ugyanakkor egy rohadt nagy felelősség és feladat, hogy Igen. ezzel jól bánjál, hogy ebben mondjuk ne halljál bele adott esetben, mert hogy nem biztos, hogy mindig Ott csak egy a... pár keményebb menet, igen. Igen, hogy nem biztos, hogy mindig csak a föntről kapott információt közvetíted, vagy mondjuk azt az energiát adott, hanem van, hogy a sajátodat. És én most tanulom, hogy a sajátot ne adjam oda mindenkinek, hanem a lekértet adjam oda. És ez Hát rohadt nehéz igen, feladat. meg védekezni is kell, mert azért szivacsok is tudunk lenni, és azért Igen. átvesszük azokat az energiákat, és ezt nem vesszük észre, hogy milyen hatással van ránk. Tehát, hogy az olyan szinten, hogy az ember nem védekezik ilyen szempontból, az meg is tud betegíteni. Neked van valamilyen módszered arra, hogy védekezz? Tehát, hogy Már magadat levéd? sok minden, de én a meditálás alatt szoktam azt elképzelni, hogy így levédem magam, vagy zuhanyzás alatt szoktam azt elképzelni. Én Szóval, akkor még le is igen. mosom magam. Tehát, hogy nem úgy Ez értem, jó, hogy figyelj, nyilván ami megmosom, működik. hanem azt képzeltem, volt egy időszak, hogy akkor a víz erejével még a külső Igen. energia, negatív energiákat lemosom magamról. Tehát ez egy Igen. tök jó technika, ez egy tök jó gondolat. Igen, pláne olyan típusú embereknek, akik inkább vizuálisabbak, tehát hogy Igen. lehet, hogy az sokkal jobban hat rájuk, vagy jobban érzik, hogyha látják azt, hogy na most ez a víz átmos engem, és Igen. kész. Úgyhogy ami Érzékelted? működik. Érzékelted a mondjuk szerintem most kezd már a félelem visszaszorulni, nem érzem annyira a félelmet. Most már nem annyira. Ugye? De mondjuk 2 héttel ezelőtt még Nagyon. harapható volt, és te is érzékelted ezeket az energiákat? Rád Igen, milyen hatással volt? én akkor indult el nekem a nagyon mély lavina. Tehát, hogy azt nagyon-nagyon nehezen viseltem. De hát szerencsére, tehát az én családom is olyan típus, hogy próbáljuk tényleg nem átadni magunkat a félelemhez, mert ugye így tudunk betegek lenni, tehát hogy a félelem, ugye stressz hormon elindul, aztán lemegy az immunrendszer, tehát hogy azért itt azért összetettebb a dolog. A Tehát legrosszabb energia, a legalacsonyabb így szintű van. rezgésszintű Rezgés, energia. Így így van. van, úgyhogy igyekszünk, nem? De hát igen, nagyon érezhető volt pár héttel ezelőtt. Igen. Valaki azt írja, hogy törött lábbal, lábközépcsont töréssel nézlek titeket. Jobbulást kívánunk. És Jobbulást! azt kérdezi, hogy volt már eltörve valamitek. Hát, Linda, volt már eltörve valamit? Nekem még soha. Eltörve nem volt, viszont volt egy durva snowboard balesetem, még fiatal koromban, még akkor így versenyeztem, én nagyon-nagyon imádtam snowboardozni. És akkor volt egy nagyon durva, ahol a vállam, csípőm teljesen kimozdult a helyéről, meg ilyen agyrázkodás is volt, minden volt, nagyon durva. Kislányom, ne csinálj magadtól ilyeneket, az Isten áldjon meg. Igen, úgyhogy az durva volt, tehát az volt a legközelebbi, de eltörve, hál' Istennek még nem volt. Nekem sem, de biztos vagyok benne, hogy annak is oka van, hogy most van éppen törött lábbal odahaza. Most tudja Igen. kipihenni. És most tudja kipihenni. Aztán valaki azt írja, hogy Linda szerintem az angyalok által kapott, gondolom, hogy itt az energiára, meg az üzenetekre gondolnak, és azért, mert jó ember vagy. Arra kíváncsi vagyok, hogy te az angyalokban hiszel, vagy valamiféle ilyen fénylényekben, segítőkben? Én mindenben hiszek, tehát hogy én nagyon nyitott személyiség vagyok, tehát személyes tapasztalatom ilyen szempontból nem volt. Én egy nagyon spirituális hívő ember vagyok, tehát I believe, érted? Igen. De én nyitott vagyok, tehát én semmit nem zárok ki, mert olyan dolgokat éltem át, meg tapasztaltam az életemben, hogy olyat nem merek kimondani, hogy nem létezik,
mert ilyen Akkor nincs. itt tovább görgetem, és ugyanezt gondolom én is, és olyan dolgokban is hiszek, amint szerintem már azt gondolnák, hogy nem vagyok normális, mert ugye hiszek abban, hogy más dimenzióban ez a lélek egy más Én is része hiszem. képes létezni. Mint a Tehát, hagyma, hogy tudod, igen, több igen. Tehát, dimenzió. vagy hogy léteznek más világok, és kipróbálhatok, igen, hogy milyen szárnyas lénynek lenni, milyen, nem tudom, geeknak lenni, teljesen más világon, más típusú bolygón. Tehát én Mi ilyenekben lenne? is. Mi Mi lenne a lennék legszívesebb, hogyha szívesen? igen. Én figyelj, én letenném ezt a testet. Ne, semmi bajom nincs ezzel a testtel, csodálatos, isteni, nagyon jó állapotban vagyok, csak azt érzem, hogy korlátoz. Tehát én annyira vágyom a szabadságra, hogy Mi ha lehetne. madár vagy? Fénylény. Fénylény. Tehát off a Jaj. fizikai cuccot, én köszönöm szépen, ha De lehetne, biztos, akkor hogy voltál az, és ez érződik rajtad. nem. Édes kicsikém. Tényleg. Nem, Köszönöm. tényleg, én tudod, hogy én nagyon imádlak téged. Én is téged, és Igen. köszönöm, hogy vállaltad. Figyelj, csak van itt még egy Nem nagyon jó foglalkozom. kérdés. Mit gondoltok? A gonosz szellemeket előzi ez az összetartás? Ámen. Legyen így, igen. Én szerintem, hogyha fel tudjuk emelni a rezgés szintet, tehát globálisan, Igen. akkor azért van egy olyan védettség. Tehát, hogy azért az alacsony rezgés nem tud bántani, hogyha mindenki felemelkedik egy Ez így magasabb van. rezgés szintre. Mondjuk szerintem mindenki nem fog tudni, én mindig jövök ezzel a kritikus tömeggel, tehát hogy én azt gondolom, hogy el kell érnünk egy bizonyos mennyiséget, és akkor Persze. lesz levédve az emberiség. Nyáj, immunitás, csak nem a vírus ellen. Viszont ja. én tartok tőle, hogy több most, vagy legalábbis volt a félelem energiának köszönhetően is a nem pozitív energetikájú lény, vagy akkor nevezzük csak energiának. De szerintem az tapintható volt, tehát hogy nem, hogy nem, hogy több Igen. volt, mint a védelmező, vagy mondjuk ugyanannyi, Igen. nem tudom. Tehát, Ja. hogy nem vagyok Van benne benne biztos, hogy valami? már elmentek mind, de bízom bennem, Nem. hogy ezt. És nem is fognak soha, mert szükség van az árnyékra is. Te hogy Hát gondolkodsz így van, erről? yin-yang. Ugye? Hát kell. Tehát ahhoz, mi az a mondás, mi az a baj, hogy mindig csak angolul. Mondd angolul, segítek. In order to see light, you have to have the dark. So in order, tehát hogy kell az a yin-yang, tehát az Kell a a sötét balansz. oldal. Hát Igen, persze, igen, különben igen. nem lehet fény. Mint ahogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ők csak, tehát hogy jó életeik voltak, ha hiszünk az előző életekben, én hiszek, hogy igenis több volt, sok volt, közül. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy jó emberek voltak, és akkor most nem értik, hogy miért történik velük ebben az életben. Azt fel kell fogni szerintem, és meg el kell fogadni, hogy mindenki volt gonosz. Mindenki. Abszolút, persze, hát azért azért tehát, jövünk, hogy tanuljunk, és ahhoz igen. mindent meg kell tapasztalni. Egyébként volt egy nagyon izgalmas dolog tegnap. Na. Nagyon-nagyon régóta akartam pálmalevélolvasást csináltatni. És most, megcsináltattad? Képzeld el, pedig Úristen, nagyon régóta mesélj. Akartam, és ugye eddig még nem volt rá lehetőségem, és tök véletlenül egy kedves haverom, egyébként majd föl fogom rakni a linket, hogyha bárkit érdekel, hogy hol Nagyon lehet ezt így érdekel. elérni. Engem is érdekel, úgyhogy nagyon. És képzeld el, hogy mondom, évek óta akarom, de valahogy soha nem jött össze. Vagy nem találtam megfelelő embert, vagy mit tudom én, mi volt. Úgy látszik, hogy nekem most volt itt az ideje, hogy ezt így végighallgassam. Úgyhogy zseniál, nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát ugye egy új lenyomatot kell küldeni, ugye Igen. nincs semmi információ meg, és akkor elkezdett hozzám beszélni, ott volt egy tolmács, mert ugye Állj, Indiában... Azt se tudják, hogy nő vagy-e vagy férfi, csak egy új lenyomat? Egy új lenyomat, igen. Igen. Nagyon jó. És akkor elkezdik, ugye Indiában FaceTime, ez a modern világ, nagyon menő. Ott ül előttem egy guru, és így elkezd mantrázni, és akkor elkezdi, ugye először az új lenyomatból hoz egy pár kötet pálmalevelet, és akkor azok közül elkezdi olvasgatni, és akkor vannak, csak igen nemmel szabad válaszolni, tehát hogy ne adjunk információt, több információt, mint amit ő ad. Uh-huh. És akkor elkezdi olvasni, és igen vagy nem, akkor mit tudom, olyanokat mondott, hogy te vagy apukádnak, ennek a családnak az első gyereke, két iketesod van, anyukád neve Gabriele, tehát ugye elkezdett olyan dolgokat sorolni úgy, hogy a férfi nem is tudta az én nevemet. Igen. Tehát az volt a legutolsó, amit eltalált, hogy mi volt az én nevem.
Tehát, hogy így szürreális volt, hogy ez most honnan. Nyilván én totál szkeptikus voltam az elején, mondom, ó, Google, biztos, hogy googlizott, Ugye? Tehát könyörgöm, hát megnézte. mi nincs fönt rólad, érted az interneten? Biztos, hogy... De olyan dolgokat mondott, ami nincs fönt. Tehát, hogy a mostani egészségügyi állapota apukámnak, nekem, mi van, tehát, hogy Milyen nagyon durva részletekben dolgok, men... Ah. nagyon durva részletek, és akkor onnantól kezdve volt azt hiszem egy ilyen 10 perc szünet, ahol átolvasta, átnézte, és akkor elkezdte olvasni az egészet. És egy tök izgalmas dolog történt, mert a legvégén, miután így elmesélte, hogy így mi lesz, de így életem végig, Ne. körülbelül, tehát még 70 éves koromban miket fogok csinálni, mondom, de izgi, Tina Turner, szia, hello! Ez csodálatos, De mindegy, Úristen. de hogy én is át fogok menni nagyon, tehát zene, de tanítás, meg spiritualitás, meg nem tudom, tehát ilyen csomó minden lesz, Még mindegy, tök jó. érdekes volt. És akkor a legvégén még visszahívott azért, hogy van egy múlt életem, amit el akart mesélni nekem, ami hatása van a mostanira. Jaj, figyelj, És hogy, kirázott itt hátul a igen, tarkomon. Mondjad. és hogy tök fontosnak érezte, hogy ezt így elmondja, és hogy még az a különleges dolog, hogy ebben az életemben én ott voltam egy valami nagyon nagy spirituális tanító, mint ahol ez a guru született Indiában. Tehát, hogy egy helyről Ez származtunk, elvileg. csodálatos. És akkor így elmesélte az egészet. Tényleg, jó, van, aki hisz ebben, van, aki nem. Én azért tényleg ilyenekben tudok szkeptikus lenni, de tényleg nagyon durva volt, hogy miket talált el. Tehát nagyon És privát dolgokat. a jövőre nézve mondott olyat, ami esetleg félelemmel töltött el? Nem, az volt a dolog, ezért éreztem azt, hogy nekem azért jött most el az időm, mert ő úgy kezdte az olvasást, hogy hát, anyukám, az utóbbi 7 éved az szörnyű volt. Tehát, hogy Atya Úristen, és Hét gratulálok, év! hogy... Hét év, Linda, hát Igen. persze. Igen, mert ugye nekem egészségügyileg, Igen. nekem a hangszálaimmal volt bajom, akkor hát minden karrier, mindent előről kellett kezdenem, Igen. és ezzel indult, mondom, és ma így már összeszólom, mondom, ojjajaj, milyen lesz ez az olvasás, Jézusom, megcsörök már megint. És azt Igen. mondta, hogy nem, azért jött most el az idő, és ezért nem engedték, hogy előbb halljad ezt, mert akkor még ez lehet, hogy nehezebben bírtad volna. Úgyhogy hál' Istennek inkább erőt adott meg, egy löketet, hogy akkor mi az irányom. Tehát, hogy jól látom, jól érzékelem, csak néha nem vagyok biztos magamban. Úgyhogy, Úristen. de izgi volt nagyon. Úristen, Linda, akarom ezt a... Nagyon jó volt! Könyörgöm, majd elküldöd nekem privátba is. Tudom, hogy Persze! kiteszed, csak Persze, persze. én régóta gondolkodom ezen, csak valahogy sose jött el az idő nálam sem, az biztos. Zseniális volt. Tehát küldöm És azonnal. szerinted, mert én olyat is hallottam, hogy nem mindenkié van meg. Nincs meg mindenki Nem mindenki van meg, álmlevele. vagy nem találják meg, mert nem akkor van az ideje, hogy meghallja az ember. Tehát én mondom, biztos vagyok benne, hogy azért nem engedték az utóbbi 7 évben, mert Isten ments, hogy ezt még hallgassam, hogy még Igen. 7 évig Hogy még szenvedni mi fog. van hátra. Igen. Igen. Úgyhogy hál' Istennek azt mondja, figyelj, mostantól sima liba, jó lesz. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor most magyarul megfejlődted, amit kellett, megtanultad, amit Igen, kellett. azt mondta, hogy most per pillanat még benne vagyok a spiritualitás, meg a nem tudom milyen átalakulásban, tehát hogy nagyon sok minden, és ezt érzékelem is, Igen. nagyon-nagyon sok minden változott bennem, meg sok ember került ki az életemből, elkezdtem tisztában látni, hogy kik azok az energiák, vagy kik azok az emberek, akik nem feltétlenül kell, hogy körülöttem legyenek. Úgyhogy érzem abszolút azt, hogy még ez az átváltozásos időszak, de hát az utóbbi 1-2 évem is erről szólt. Úgyhogy Igen. Jó, nem Istenem, figyelj, véletlen. még egy Izgi volt. kérdés, azt írja Igen. valaki, imádlak, hogy Anita! Bocsánat. puszi, hogy nektek nincs olyan érzésetek, hogy megint felgyorsult az idő, nekem nagyon. Yes. Nekem nagyon, tehát hogy nem Igen. telt el lassan ez a pár hét Nem. karantén. Nem, még az első hét úgy éreztem, hogy ilyen lassított Aha. felvételben vagyok. Valószínű azért, mert még nem tudtam felfogni, hogy mi történik itt. Igen, Tehát, igen. hogy így szürreális volt. De most már tényleg nagyon felgyorsult. Ez nem hiszem el, hogy mindjárt május. Tehát... És mindjárt május. És Igen. most azon gondolkoztam, hogy a Gyurko Kati mondta azt, hogy május 4-e lesz a fordulópont, hogy addig kell nagyon szigorúan kitartanunk, és utána, hogyha kitartottunk és betartottuk a szabályokat, akkor utána elvileg jöhet az enyhülés. Legyen így. Neked nincs ezzel kapcsolatosan megérzésed? Én nem tudom. Én lehet, hogy én azt érzem egyelőre, hogy lehet, hogy fognak enyhíteni májusban, de lehet, hogy egy kicsit majd vissza is kell fogni még júniusban is.
Én is azt Nem gondolom, tudom. tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve hip-hop Nem, vége, nem. de Tehát, hogy hogy lesz egy egyel, ilyen, egy igen, ilyet érzékelek, mintha egy hogy kis fuvallat lenne, tavaszi igen. Tehát, hogy egy fuvallat. picit előre, mert aztán még egy picit vissza kell fogni, aztán meglátjuk. Imádkozzunk, hogy legyen vége ennek, és mindenki szépen visszatérhessen, de De nem másként. ugyanoda. De Igen, másként, igen. igen. Linda, Igen. annyira szeretlek, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Ah, nem sokára remélem, Imádlak. hogy megölellek. Én Hallod? is remélem, és akkor küldöm neked privátban is, meg kirakom majd a linket is, hogy hol Köszönjük lehet ezt csinálni. szépen, te csodanő, Jó? te. Csókollak sokszor. Na, Szia, sziasztok, Éde. Szia. köszönjük. Hello. Köszi.